a fák árnyékában delel a nyáj a felsőegyi novák tanyán. A juhokat még korán reggel kihajtják a legelőre, hogy ezt követően az állatok a nap legmelegebb óráit enyhelyen az itatóvájuk közelében tölthessék. Reggel hajtsuk ki őket, 6 óra körül, és akkor 10 óra körül jönnek ide, itt delelnek a melegbe, még itt itassuk őket. Itt tisznek is, akkor aztán délután megint mennek ki a legelőre. Ez az idei év, ez nagyon megpróbáltatások elé állította a juhászokat, és még nem csak a juhászokat, hanem a földműveseket, mindenkit. Hát nagyon hamar kiszáradt a legelőnk, nem igazán örülnek ennek a birkák. Sokat kell velük vergődni, hajtani őket, és akkor hát így bírjuk ennyire, amennyire jó állapotban, jó kondícióban tartani őket. Az idei évben nem sok abrakra számíthatnak, mondja a gazda. Vannak olyan parcellák, ahonnan egyetlen kukoricacsövet sem fognak betakarítani. A bánság romániai részén is megjelent veszélyes fertőző betegségről, a kiskérőzők pestiséről nem sokat hallottak eddig a tenyésztők, ám aggódnak a gócpont közelsége miatt. Ettől nagyon tartunk, mert hát ez, hogyha erre is eljön, ez nagyon nagy károkat tud csinálni, és akkor hát az nagy probléma lesz a termelőknek, tenyésztőknek itt. A mezőgazdasági minisztérium állategészségügyi igazgatósága a hónap elején intézkedéseket foganatosított a kiskérődző pestisének behurcolása ellen. Fokozták a külföldről érkező juh és kecske szállítmányok ellenőrzését, illetve az állategészségügyi bizonylatok vizsgálatát. Ezen kívül a szállítóeszközök kötelező fertőtlenítését is elrendelték. Az erdélyi Maszol hírportál adatai szerint Romániában eddig 56 gócpontot azonosítottak. Ezek elsősorban a Fekete-tenger partvidékén találhatók, de az ország nyugati részében a szerbiai határ közvetlen közelében fekvő Nagy Zsámon is megjelent egy farmon a kór.